Sziasztok emberek, itt vagyunk egy újabb videóban, és ez a videó egy unboxing videó lesz, a legelső unboxing videó a csatornán. Kaptunk egy csomagot, srácok. Ugye tudni kell, hogy én szoktam ugye élőadásokat a csatornán készíteni, szervezni, csinálni, kinek hogy tetszik. Ugye aki már rége volt a fel van iratkozva rám, azt tudja. És hát ami van ott kamera, ugye facecam, az hát nem hogy gyenge, de úgy éreztem, hogy változtatni kell, és ezért úgy gondoltam, hogy veszek egy új webkamerát, aminek a neve A4 Tech, vagy A4 Tech, kinek hogy tetszik, szóval A4 Tech PK920H, hogyha jól tudom, de a címben majd úgyis meg fogjátok látni, valamit a leírásban majd lerakom a linket, hogy honnan vettem, szóval infót azt így is úgyis fogtok kapni róla. Meg fogom mutatni, hogy fogom kibontani, mert ez már hagyományjá vált egy unboxing videóban. Hát unboxing basszus, hát miről szóljon, ha nem kicsomagolásra az unboxing videó. Meg ugye tesztelni is fogjuk, mert szerintem páran kíváncsiak vagytok a minőségére is. Szóval lássuk. Meg ott egy virág. Nagy nehezen sikerült beállítani így a kamerát, és akkor szerintem bontsuk is ki. Hallod, ez elég erősen be van odaragasztva, hogy valami oda van ragasztva, de legalább van ilyen pukkanós papizé csomagolás, hogy miért hallgassátok? Na, tovább, mehet tovább. Na, és akkor skacok, körülbelül itt van egy doboz benne, itt a doboz, meg itt van ilyen pukkanós papír, amit előbb mutattam. Szerintem kiveszem ebből a pukkanós papírból, hogy nevezzem ezt, pukkanós papír, ez nagyon jó elnevezés szerintem. Szerintem itt egy kicsit szétszakítjuk, és kivesszük a dobozt, és voilà! Itt is a webkamera, jól mutatom egy A4 Tech PK920A, vagy A4 Tech, kinek hogy tetszik. 16 megapixel, mit írott még, ha bár nektek fordítva ír, azt hiszem. Viszont, hogyha nem, akkor felolvasom én nektek, vagy ha fordítva ír, akkor felolvasom én nektek. Ugye 16 megapixeles, 1080p Full HD webcam, szóval 1080p-be, közben itt lejjebb jövök, mert elég szarulva beállítva a kamera. Szóval 1080p Full HD webcam, azaz tud 1080p-be, azaz Full HD-be is rögzíteni. Smoother video, sharper pictures, richer colors and clearer sounds. Ez annyit jelent, hogy tisztább videó, élesebb képek, gazdagabb színek és tisztább hang. Szerintem nem ennek a webkameráját fogunk használni, hanem a másik, ami már megvolt. Nekünk webkamera, abban van egy beépített mikrofon. És itt van egyébként egy-két info róla, közben ott van egy nagy fényvilágítás, mert ott van a lámpa. Nem tudom, hogy nektek itt most fordítva mutatja, vagy sem, de nagyon nincs mit nézni. Hát, ja, szerintem bontsuk is ki ezt a részét, ezt így arrébb dobjuk, és jöhet is ennek a kibontása. Itt is van a drágaság, még teljesen nincs kibontva, de már azért érezhetem a kezeimmel. Jól néz ki amúgy, szóval, jaj, jól néz ki első látásra. Itt már nincs nagy unboxingolni való, itt már nem gyorsítok semmit, eddig ide gyorsítottam. És itt látom már kábelét is, ugye USB-s, valamint, hát milyen legyen más mondjuk. És kaptunk hozzá egy kicsike kis CD-t, őszinte legyek, ennél már CD lejátszom sincs amúgy a gépben, meg CD-rom, de azért kaptunk hozzá egy ilyen kis aranyos CD-t, ezt félre rakjuk, meg ugye használati utasítások, hát persze, ami egy nélkülözhetetlen dolog, nem, amúgy rendesek, hogy belerakják az éneket, meg minden, csak szerintem senki nem fogja elolvasni, vagy hát szerintem el fogják olvasni, akik nem értenek hozzá. Mindegy, lehet, hogy hülyék leszünk, és szükség lesz hozzá, szóval, ja, lehet, én pofázok, aztán szükség lesz hozzá. Mindegy, itt van a webkamera maga, a szépség. Ezt a dobozt én ki is veszem, ezt arrébb dobom. Nincs szükség rá, szavasz, és lesz itt valamit, takarítanunk. És kivesszük ebből a kis dobozból, ugye itt van egy kis lyuk neki. Itt ki is toljuk, jól csinálom. Itt van még egy lyuk neki, most lehet, hogy semmit nem látok, sőt, szinte biztos, hogy semmit nem látok, de most kiveszük ebből a dobozból a webkamerát, annyit csinálunk, oké?
És itt is van a webkamera. Nagyon szép, itt van, körülbelül így néz ki, itt van az USB hozzá, nem tudom, szerintem egy elég hosszú USB, nem ír rajta valahol, hogy körülbelül mennyi. Nem, annyit ír, hogy Made in China, ez már jó, ez már jó. Amúgy, ja, itt csak a számot látjátok mozogni, mert na, nem sikerült jobban megoldanom. És körülbelül így néz ki a webkamera, ugye itt oldalt vannak a mikrofonjai, valamint itt van a logó, a négy tech. Nem, amúgy, ez nincs mit csinálni, nem tudom eltakarni. Másik meg, hogy itt ír nagyon halványan, vagy nem tudom, ti látjátok, hogy Full HD 1080 Fade Wide Angle Lens, azaz 16.9, mármint, hogy széles látószögű lencsék, lens, azt jelenti, ha. Na, skacók, szerintem jöjjön a tesztvideó, körülbelül így néz ki, így még nincs felszerelve, mindjárt fel fogom csiptetni, meg fel fogom szerelni, és lássuk, hogy néz ez körülbelül ki. No, hát így néz ki körülbelül a webkamera, semmiféle fény nélkül, szóval most tényleg szinte alig kapok fény, szóval ez most gyenge fényviszonyoknál van. Innen kapok az ablaktól, de itt is úgy, hogy a redőny le van húzva, de viszont, hogyha túl felhúzom, akkor már túl világosan, szóval igen, kell legyen ez a balansz, be kell valahogy lőni, hogy jól legyen. A másik meg itt a szobában teljesen sötét van, szóval ahhoz képest nagyon jó minőségben vesz, gyenge fényviszonyoknál is a kamera. Viszont bekapcsolok egy ilyen asztali lámpát, szóval nézzétek meg, hogy egy sima asztali lámpával is milyen szép minőséget tudok varázsolni, úgymond, figyeljétek! Voilà, ennyi, és szinte már vlogolni is lehet ezzel a kamerával. Esetleg meg is tudom mutatni a kamerának a beállításait, mert ugye OBS-en belül, azaz Open Broadcaster Software-en belül, ugye ez biztos sokatok ismeri, aki nem, ez egy ilyen videófelvevő program. Megmutatom, hogy milyen beállításokat állítottam be magamnak, viszont szerintem mindenki saját magának kéne testre szabja, mert ugye ez fényviszonyoktól függ, hogy milyen beállításokat választottok. Megmutatom, hogy én milyen beállításokat választottam, valamint egy-két kulcsfontosságú dolgot majd meg fogom nektek mutatni. Ugye itt van az asztalom, itt van az OBS, és ide, itt lent van egy olyan, hogy Video Capture Device, legalábbis nincs, ugye alapjáratú nincs, de hozzáadom most egyet. Szóval jobb klik, Add, és Video Capture Device, ezt elnevezitek, mit tudom én, bármire. Aztán itt a device-nál kiválasztjátok ugye a kamerátokat, A4Tech HD PC kamera, hogyha ezt a webkamerát veszitek, akkor ezt fogja kiírni. Kiválasztjátok, aztán bepipáljátok itt ezt a Custom Resolution-t, amint ezzel megvagytok, itt lehet választani a felbontások között. Én a HD-t, azaz az 1280x720-at, vagy a Full HD-t, azaz az 1920x1080-at ajánlom nektek. Jelenleg 1920x1080-ban teszteljük a kamerát, azaz Full HD-ban, szóval most ezt állítjuk be, és itt ezt az FPS-nél ezt vigyázzatok, hogy 30-ra állítsátok, ne többre, ne kevesebbre, 30 annyi legyen. Ugye 30-nál több FPS-ben úgy sem tud rögzíteni a kamera. Amit ezen megvagytok, leokézzátok, és voilà, itt vagyok újra. Hát lejjebb viszem egy kicsit, így, lejjebb vittem. És megmutatom most a beállításaimat, de ez mondom, fényviszonyoktól függően kell testre szabni. Szóval jobb klik a kamerára, amit hozzáadtatok, nekem ez a rasd, properties, bejön ez a kis ablak, és itt configure. Most itt vannak az én beállításaim, itt ugye számos dolgot tudtok állítgatni, mint például fényerőt, itt lejjebb viszem, látjátok, sokkal sötétebb, feljebb viszem, jó világos vagyok. Be kell ti is lőjétek, hogy ez körülbelül szép legyen, nekem ez körülbelül 3-as, 3-as is szép, még esetleg 4-en sem rossz, de 3-ason használom, mert azért túl világosan sem akarom. Akkor tudtok itt kontraszton állítani, látjátok, hogy hát így ilyen élesebbek lesznek, meg fakóbbak a színek, hogyha lejjebb viszitek, nekem ez 20-ason volt, nekem ez 20-ason tökéletes. Aztán a hue, ez 0-án volt, tudjátok a színeket állítani, elég érdekes, ezt szerintem ne piszkáljátok. Tudtok szaturációt állítani, ez ugye szín, élesség, meg stb. Szóval tudtok sok mindent itt állítani, ezt majd testre tudjátok szabni. És egy kulcsfontosságú dolog, amiről az előbb beszéltem, az itt van a kamera kontrollnál. Itt a kamera kontrollnál, és itt az exposure. Nos, amint először használjátok a kamerát, ez az exposure több mint valószínű, hogy nagyon fel lesz húzva. Szóval körülbelül itt látjátok, hogy borzasztóan laggol. Annyira nem értek a webkamerákhoz, és nem tudom elmondani, hogy ha felhúzod az exposure-t, akkor miért laggol ennyire.
De annyi a teendőt, hogy lejjebb viszed. Szóval így leviszed ilyen mínusz 4 körül. Mínusz 4 az körülbelül az a szám, amikor sem túl sötét, sem túl világos, és egy asztali lámpával simán látható vagy. Ha lejjebb viszed, akkor az a pozitív benne, hogy több FPS nyersz, viszont sötétebb lesz. Ha még lejjebb viszed, még több FPS. Kicsit most már szaggatok, mert azért nem egy jó gépen van, szóval sok mindent itt fel kell dolgozzon. Hogyha lejjebb viszed, akkor több FPS-ed lesz, viszont sötétebb leszel. Szóval ez körülbelül mínusz 4 nekem az a szám, ami megfelelő. Zsír, ezt le is okézom. És itt is leokézom, és ugye ott a beállításokban számos dolgokat tudtok állítgatni. Szerintem megmutatom most a webkamerának is a mikrofonját, mivel hogy én most egy másik mikrofonnal beszélek, nem a webkameráival, megmutatom azt is. Nos, ilyen a webkamerának a mikrofonja, mondom, nem nagyon ajánlom, van egy alap háttérzaj, szóval most hallgatok egy kicsit és hallgassátok. Szóval igen, van egy alap háttérzaj, plusz hát elég recsegős, meg na, nem legjobb a minősége, szóval ez webkamera, nem egy mikrofon, ennyit mondok róla. Szerintem vegyetek külön egy mikrofont, és hogyha szükségetek van tényleg a mikrofonra, akkor vegyetek egy külön mikrofont, én azt mondom. Ennek a mikrofonja nem olyan jó. Nos, hát én el szeretnék köszönni, de akkor már ne ezzel a mikrofonnal, hanem a másikkal. Szóval, hogyha tetszett, amit láttál, és esetleg meggyőzött ez a kamera, akkor mindenféleképpen nyomj egy lájkot. A leírásba leraktam, hogy honnan vettem, mennyi volt, stb. Szóval lerakom majd a linkjét. Remélem, hogy meg fogom majd találni. Hát, hogyha lent lesz, akkor megtaláltam. Hogyha nem lesz lent, akkor nem találtam meg. Majd megpróbálom, és remélem, hogy tetszik nektek a minőség a kamerának. Esetleg írjátok le ti is a kommentbe a véleményetek, hogy milyen ez a kamera. Ahhoz képest, hogy mennyi volt. Ugye körülbelül 7000 forint átszámolva. Itt ugye 100 lej. 101 lej. Az átszámoló körülbelül 7000 forint, 7500. Most nem számolgattam itt, csak fejből. És mondom, kommentbe leírhatjátok a véleményeteket, és nyugodtan fel is iratkoztatok a csatornára, hogyha szeretnétek még ilyen unboxing, meg más jellegű videókat látni. És kíváncsi vagyok, hogy meggyőztelek-e titeket a kameraválasztásban, mert hogyha ezt nézed, akkor nagy a valószínűsége, hogy kamerát nézegetsz, és pont rátaláltál erre a videóra. Köszönöm szépen, hogy megnézted, és szia! Set my heart afire.